A gödöllői dombság lankái közt megbúvó Isaszeg a magyar hadtörténelem egyik legfényesebb győzelmének színtere. 1849. április 6-án itt nyert bizonyságot, hogy a forradalmi Magyarország nem csak korlátozott katonai védelemre, hanem stratégiai méretű támadásra is képes az osztrák birodalmi seregek ellen. A dicsőséges tavaszi hadjárat csúcspontjaként ezen a csatamezőn nőtt fel seregünk a honvédelem feladatához, és vált az európai elnyomott népek reményévé. Jelasics bizonytalan és sikertelen őszi hadjáratát követően 1848. decemberében kezdődött a Habsburg sereg inváziója. A fiatal magyar honvédség nem kockáztathatott meg egy döntő csatát, így rugalmas védekezéssel hátrált az ország belseje a Tisza vidéke felé. A fővárosba bevonult az osztrák hadsereg. A Debrecen központtal újra munkába álló forradalmi kormányzat innen kísérelte meg a magyar sereg összevonását a döntő összecsapásra. Az osztrákok koncentrikus támadását keleten Bem József erdélyi serege állította meg február 9-én a Piski ütközetben, ezzel biztosítva a magyar fősereg hátát. A Lajtától hátráló magyar sereg vezére Görgei Artúr feladata volt, hogy a honvédelem megszervezésére időt biztosítson. Óriási kerülőútra csalta ellenfelét. A debreceni irány helyett Vácról északra fordul, és a felvidék télen szinte járhatatlan útjain keresztül igyekezett a Miskolci medencét és a Tiszát elérni, hogy egyesüljön az ott szerveződő fősereggel. A haditerv bevált. Windischgrätz nem merte a tiszai védvonal elleni támadást időben megkezdeni. A sikeres halogató harcok után egy fél százezres magyar sereg állt készen a Tisza vonalán az ellentámadásra. A fővezérletet Kossuth a lengyel veteránra, Henrik Dembinskire bízta. Az első erőpróbán, február végén Kápolnánál, a lengyel fővezér határozatlansága miatt a magyar sereg vereséget szenvedett. Az osztrák hadvezetés a győzelmet döntőnek és véglegesnek gondolva írta meg jelentését Ferenc József császárnak, aki az olmüci nyilatkozatban hirdette ki a magyarok megbüntetését, alkotmányuk megsemmisítését. A kápolnai vereség után a magyar tisztikar nyomására Kossuth Görgeit bízta meg az összpontosított hadsereg vezetésével. Stratégiai szempontból jó döntésnek bizonyult Komárom erődjének megtartása. Ez az előretolt bástya 7000 fős védősereggel hosszú hónapokig képes volt az ellenállásra. Jelentős osztrák erőket kötött le és akadályozta az utánpótlási vonalak működését. A magyar fősereg 4 hadtestbe szervezve Gyöngyös térségéből indult támadásra. Északon a Gáspár András vezette 7. hadtest 16000 katonával Egertől délre állomásozott. Damjanich János a 3. hadtest élén 11000 embernek parancsolt, mellette Klapka 11000 fős első hadteste állt. A tartalékot Aulich Lajos hadteste képezte 9000 katonával. A magyar sereggel szemben Windischgrätz 3 hadtesttel rendelkezett. Délen Jelasics 16000 fővel Jászberény és Ceglét közt volt hadállásban. Tőle északra Schlick császári altábornagy 11000 fős 3. hadteste állt. Pesten a tartalék hadtest Csórich tábornok vezetésével 11000 fővel rendelkezett.
északon Ramberg altábornagy Losonc és Salgótarján között 6000 fővel fenyegette a magyar 7. hadtestet. Görgei Artúr altábornagy vezetésével áprilisban megkezdődhetett a régen várt hadjárat a császári csapatok döntő legyőzésére és kiűzésére Magyarország területéről. A tavaszi hadjárat első szakasza a gödöllői hadművelet volt, melynek során a honvédseregnek a Gödöllő környékén vélt ellenséges csoportosítást kellett megtámadnia és legyőznie. Görgei ehhez 52 000 emberrel rendelkezett. A reményeiben csalódott császári fővezér nem tudta eldönteni, mit is tegyen. Csapatait ezért úgy helyezte el, hogy azok fedezzék a Pestre, illetve északon a Komárom felé vezető utakat is. A császári hadsereg összlétszáma 48 000 fő volt, viszont ebből Komáromnál épp úgy állomásoztak csapatok, mint Budán és Pesten. A magyar haditervet Klapka György ezredes dolgozta ki. Ennek értelmében a magyar hadseregből két csoportosítást hoztak létre. A támadó csoportosítás a Klapka vezette első, a Damjanics János vezérőrnagy vezette harmadik, és a tartalék minőségben szereplő második hadtestből állt, melyet az isaszegi csatában már Aulich Lajos vezérőrnagy irányított. E csoportosításnak Gyöngyösről Járokszállás, Jászberény, Nagykáta, Tápióbicske, Isaszeg irányba kellett vonulnia, és délről megközelítenie Gödöllőt. A másik csoportosítást a 7. hadtest alkotta Gáspár András ezredes vezetésével. E csoportosítás feladata az volt, hogy 60 környékén szállja meg a Zagyva folyó bal partját, lassan vonuljon Aszót felé, majd a kialakuló helyzetnek megfelelően tevékenykedjen. A honvéd csapatok április 2-án kezdték meg a hadműveletet. Már e napon Gáspár ezredes hadteste ütközetet vívott 60-nál, melynek során sikeresen megvédte a Zagyva vonalát a császári 3. hadtest támadásával szemben. A támadó csoportosítás másnap már Jászberényben állt, majd április 4-én reggel innen indult tovább Tápióbicske felé. Közben Windisgrécz tábornagy is csapat összevonása határozta el magát, így a Szolnokon és Cegléden álló első hadtestét Gödöllő környékére rendelte. A Josip Jelasics táborszernagy vezette hadtest dandárjai Tápióbicskén keresztül haladva igyekeztek a fővezéri parancsnak megfelelni, melynek során honvéd csapatok támadták meg őket. A tápióbicskei ütközet újabb magyar győzelmet hozott. Április 5-én Görgei Gödöllő felé irányította csapatait, melyek másnap már Isaszeg felé vonultak. A császári hadsereg fokozatosan hátrált. Jelasics táborszernagy hadteste Isaszegre vonult. Windisgrécz főhadiszállását Gödöllőn rendezte be. Az osztrák birodalmi sereg a forradalmak eltiprása után teljesen a magyar hadszíntérre koncentrálhatott. A császári sorezredek harcedzett, jól felszerelt egységek voltak, a legmodernebb fegyverzettel ellátva. Míg a honvédsereg lelkes újoncokból szerveződött. Gyalogságunk a régi kovás puska minden fellelhető típusát használta, így tűzharcban általában alul maradt. Sokszor a szuronyokra kellett hagyatkoznia. Az osztrák sereg könnyű fegyverzetű vadász alakulatai tovább fokozták hátrányunkat a tűzerő tekintetében. A nagy hagyománnyal bíró magyar lovasság jó részt a császári királyi haderő huszárezredeiből, illetve újonnan szervezett ezredekből állt.
Habár rendeltetése szerint a huszár nem az áttörő erejű rohamok eszköze volt, mégis sikeresen alkalmazták a szabadságharc csatáiban. 18 huszárezredünk ellensúlyozni tudta az osztrák dragonyos és vértes nehéz lovasságot. A magyar tüzérség csodálatos gyorsasággal a semmiből szerveződött és méltó ellenfele volt a császárinak. A hadszervezet felépítése a két seregben alig különbözött. A honvéd gyalogos félszáz fős szakaszokba szerveződött. Egy század 4 szakaszból állt. A század létszáma optimális esetben 214 fő, de a harci körülmények között akár a felére is csökkenhetett. Két század egy osztályt, 3 osztály pedig egy zászlóaljat alkotott. 3-4 zászlóalj és egy üteg alkotott egy dandárt, míg a hadosztály 2 gyalog és egy lovas dandárból állt. A hadtestet pedig általában 3 hadosztályból szervezték. A lovasság alapegysége a lovas század volt, melyet 4 szakasz alkotott. Előírt létszáma 182 fő volt, de a gyakorlatban mindig feltöltetlen maradt. Két század egy lovas osztályt képezett, és 4 osztályból, azaz 8 századból állt az ezred. A lovas dandár 1 vagy 2 ezredből és 1 lovas ütegből szerveződött. A tábori tüzérség alapegysége az üteg, mely a korszakban 6 ágyúból és 2 rövidebb csövű tarackból állt. Egy-egy löveg kiszolgálását sok tüzér, ács, szekerész, rengeteg ló és fogat végezte. Ütegeket, félütegeket már a zászlóaljak mellé is beoszthattak. Isaszeg a Cserhád déli dombsorai között megbúvó 1500 lelkes település volt. A mellette folydogáló rákos patakon, annak mocsaras partjai miatt a falu hídján kívül nehéz volt átkelni. A településtől nyugatra húzódó dombsor kitűnő állást biztosított a császáriak számára. A császári határőr és vadász csapatok az erdőt több helyen felgyújtva vonultak vissza Isaszeg felé. A magyar csapatok az égő erdőn áthatolva kijutottak annak északnyugati szegélyére, ahol eléjük tárult a leendő csatatér. A támadást Klapka hadtestének gyalogsága kezdte meg.
honvéd zászlóaljak csatárláncai a faluig törtek előre, de ott érvényesült a császáriak erőfölénye. A magyar gyalogság visszavonult. Délután 2 óra körül Damjanics vezérőrnagy hadteste is elérte a királyerdő nyugati szegélyét. Miután Damjanics egy dandárt Klapka segítségére küldött, csapataival megkezdte a támadást Isaszeg ellen. Tüzérségi támogatással indult előrenyomulást azonban hamar le kellett állítani, ugyanis északi irányból váratlanul megjelent egy jelentős ellenséges csoportosítás. A röppentyű tüze egyértelműen jelezte, hogy Damjanics védtelen jobb szárnyát osztrák támadás érte. Vindisgrécz tábornagy a kétirányú magyar fenyegetéssel szemben a rendelkezésre álló 2 hadtestből 2 csoportosítást hozott létre. Jelasics táborszernagynak Isaszeget kellett védenie, míg a 3. hadtestét fedező Franz Schlick altábornagynak Aszót felé a Gáspár hadtest várható támadását kellett elhárítania. Miután azonban Gáspár nem mozdult, a tábornagy innen egy hadosztályt átirányított Isaszeg felé. Így került a császári Liechtenstein hadosztály Damjanics oldalába, akit a felderítés hiánya miatt ez teljesen meglepett. Damjanics a váratlan támadásra azonnal elrendelte a visszavonulást, és ezután egyelőre az erdő védelmére szorítkozott. Ebben az időszakban érkezett Görgei tábornok a csatatérre, hogy átvegye a váratlanul kialakult csata irányítását.
Ekkor találkozhatott a 7. hadtest tisztjével, aki azt a téves jelentést közölte vele, hogy a Gáspár hadtest közeledik. Arról viszont személyesen is meggyőződhetett, hogy a 2. hadtest időközben beérkezett a csatatérre. A fővezér azonnal meghatározta a hadtest helyét és feladatát. Aulich csapatai a 2 harcoló hadtest közötti rést töltötték ki, illetve mindkettőt megerősítették. Klapka ezredes tájékoztatta Görgeit, hogy csapatai fáradtak, így kénytelen félbeszakítani a harcot. A fővezér erre azt a megjegyzést tette, hogy Klapka gyalogsága a hátrálásban mutatott gyorsaságáról ítélve nem látszik annyira kimerültnek, hogy még néhány szuronytámadást meg ne kísérelhessen, ehhez pedig akkor is elegendő a tölténye, ha igazán mindet ellőtte. Görgei mondani valóját úgy fejezte be, hogy ma kell győzni, vagy mehetünk vissza a Tisza mocsarai mögé. Klapka megértette fővezérét, és azonnal megkezdte csapatai rendezését és a harc folytatását. Windischgrätz az egyre erősödő nyomást egy középen végrehajtott lovas támadással akarta megtörni. Ottinger vezérőrnagy kapott parancsot a hadmozdulatra, aki először Isaszegnél próbált vérteseivel kibontakozni. A helység azonban akkor már lángokban állt. A Rákos hídját pedig a magyar tüzérség tartotta tűz alatt. Ottinger Isaszegtől északra talált alkalmas átkelőt, de a mocsaras talaj miatt a partváltást csak lassan lehetett végrehajtani. Alig, hogy a lovasság fele átjutott, a szemközti magaslaton felvonult és Aulich ütegeivel megerősített magyar tüzérség pusztító tűzzel árasztotta el. A szétzilált nehéz lovasságot Nagy Sándor huszárjainak kellett megrohannia. Ekkor előre rontott az összeütközés színhelyén Montenuovo ezredes 4 császári lovas századdal és a huszárokat hátulról támadta meg. Meglepő támadás lovasságunkat hátrálásra bírta a királyerdő felé. A nehéz, homokos talaj azonban a lovakat mindkét részről úgy kifárasztotta, hogy az első összecsapás után a harcoló felek visszahúzódtak állásaikba. Ekkorra az egész csatateret sűrű lőporfüst töltötte be. 200 ágyú ontotta egymásra tüzét.
Görgei tervének megfelelően este 7 óra körül a magyar balszárnyon a Klapka és az Aulich hadtest csapatai támadásba lendültek, és Jelasics jobb szárnyán eredményesen törtek előre. Magyarok benyomultak az égő Isaszegre, és rövid tűzharc után kiűzték a császáriakat. Honvédeink átküzdötték magukat a Rákos patakon, és a szemközti magaslatokat rohamozták. Már besötétedett, mikor a csatatér nagy része a magyarok kezére került, és az osztrákok visszavonultak Gödöllő felé. A vidéket csak Isaszeg égő házai világították meg. Az isaszegi győzelem lezárta a gödöllői hadműveletet, és megteremtette a feltételét a tavaszi hadjárat folytatásának. A következő hetek újabb győzelmei így is teljes sikert hoztak. Vác, Nagysalló, Komárom, majd a budai vár bevétele azt jelentette, hogy Magyarország területének nagy részén már nem állt császári katona. A forradalom visszafoglalta bázisát.